Az állatöv tizedik jele a bak. A bak a földeleméhez tartozik, és a bak az utolsó földelemű A tizedik stációhoz, a bakhoz tartozik, most egyszerűen mondom, maga a küldetés, maga a sorsfeladat. A bak szimbolizálja, a bak jeleníti meg mindazt, ami miatt egyáltalán leszülettünk ide, emberi testbe a Földre. Minden egyes ember valamilyen feladattal, valamilyen küldetéssel érkezik, és a bak idejébe érkezve jön el az ideje annak, a bak cikkejébe lépve jön el a lehetősége mindannak, hogy tudatosítsuk azokat a dolgokat, tudatosítsuk azokat a feladatainkat, amelyek miatt gyakorlatilag itt vagyunk ezen a bolygón, a téridő világában. A régiségben a bak cikkejét, a bakzodiákusát úgy jelenítették meg, hogy egy hatalmas nagy hegy tetején áll a kecskebak, és a fejét büszkén az égre a csillagok világa felé emeli, és ez a kép jeleníti meg a léleknek azt a stációját, amikor már az anyagi, a materiális létezés csúcsára érkezik. A bak csillagképére tekintve, láthatjuk azt, hogy a bakcsillag képe fölött már ott látható a vízöntő. Ott látható az a vízöntő, amelyik önti a korsójából a tisztító vizet. Nos, ez az égi kép gyönyörűen mutatja azt, hogy a sorsfeladat mindannyiunk életében tulajdonképpen nem más, mint a tisztítás. Nem más, mint tisztítása a testnek, tisztítása a léleknek, az érzelmeknek, és tisztítása a tudatnak, a gondolatnak is. Ne feledjük el azonban azt sem, hogyha megnézzük a bak csillagképét, hogy a bak csillagképe visszatekint a nyilas, vagyis a múlt irányába. Tehát a sorsfeladathoz tartozik az az üzenet, amely már a nyilasnál elhangzott, és ez nem más, mint a fénybölcsessége. Tehát életünk bak ebben a bak zodiákus időben jön el az ideje annak, hogy a fénybölcsességét immár Alkalmazzuk a hétköznapok világában is.